Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. A kérdésünk így hangzik, hol a határ az istenfélő élet és a farizeusi élet között? Mi az, ami még belefér, és mi az, ami már bűn? Nagyon érdekes volt a kérdés, és rögtön feltűnt, hogy ez tulajdonképpen két kérdés, hiszen ha az istenfélő élet egyenlő lenne azzal, ami még belefér, akkor az azért egy furcsa megközelítés lenne, de kezdem ezzel a másodikkal. Mi az, ami még belefér, és mi az, ami már bűn? Na most ez egy tipikus farizeusi kérdés. Nyilván a kérdezőt nem akarom ezzel minősíteni, mert nem is ezért tette fel. Tehát ő nem farizeus akar lenni, hanem istenfélő ember, mint ahogy jó néhányan erre igyekszünk Isten kegyelméből. Szóval a farizeusi gondolkodás éppen itt hordozta a legnagyobb problémáját, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már bűn, a szabad és nem szabadok gondolkodása. Ezért jutottak el odáig, hogy később aztán nem volt elég több száz kiegészítő törvény sem ahhoz, hogy meghatározzák a szabad nem szabadokat, mert ez a fajta játék, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami már nem fér bele, ez bizony egy erősen a cselekedetekre koncentráló magatartás volt, és ez a fajta vallásosság a lelkiségét, a belső motivációs lényegét veszíti el, sajnos elég könnyen. Az istenfélő élet és a farizeusi élet között tehát nem itt van a legnagyobb különbség, hogy a belefér és a már bűn határát pontosan végig tudja egyensúlyozni. Nem ezen a borotva élen kell nekünk járnunk, hogyha valóban istenfélő életet akarnánk élni. Egyébként a válasz azt gondolom, hogy elég egyértelmű, mert a 10 parancsolat, tehát a két kőtáblán található isteni törvény, és a hegyi beszéd, annak a leghitelesebb és legvilágosabb magyarázata, ahogyan azt Jézus Krisztus adta nekünk Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezeteiben, pontosan meghatározza, hogy mi az istenfélő élet, és mit jelent az Isten törvényében járni, nem a cselekedetek szintjén, nem olyan szinten, hogy pipáljuk, hogy jaj, de jó voltam, mert van 5 kis pluszocskám, és ennyi, hát ez bizony az a 2 mínusz, de az egyenlegem azért kijön, és elég egy üdvösséghez. Szóval Jézus Krisztus nem erről beszélt. Arról beszélt, hogy az embert nem határozhatják meg értékét tekintve a cselekedetek, hanem az, ami belülről mozgatja az embert. Az, amikor az őszinteség, a békesség, a türelem, a jóság, a hit és a szeretet van az ember szívében, az egyértelműen mutatja azt, hogy valóban az Isten félelem, az Isten iránti szeretet és a rossz elkövetésétől való félelem ott van az ember lelkében. Jézus Krisztus tehát erre tette a hangsúlyt. Nem a szabad, nem szabadok életét élte, maga is egy alkalommal, félig talán tréfásan, mosolyogva mondta a farizeusoknak, szabad szombatnapon jót cselekedni. Tehát nincs olyan törvény, hogy szombaton nem szabad jót cselekedni. Tehát amikor szeretsz, amikor gondoskodsz, amikor együtt érzel, amikor a másik felé önzetlen szeretet nyilatkozik meg, akkor az Isten szeretetéből fakad. Ugyanakkor a farizeus és az Istenfél összevetése egy másik ige szakaszban nagyon egyértelműen elénk tárul. Lukács evangélium a 18. fejezetében olvashatjuk azt az evangéliumi példázatot, amikor a 10. és 11. versek szerint egy vámszedő és egy farizeus egyszerre állt meg Isten előtt imádkozni a templomban. A szembeállítás nagyon egyértelmű. Jézus Krisztus éppen azért mondta el a példázatot, mert a tanítványok között vita tört ki arról, és ő csak úgy félfüllel hallotta, úgyhogy óvatosan gondolta, hogy mond egy rövid kis tanítást nekik. Egyrészt, hogy a vitát elhallgattassa, másrészt, hogy a fejekben rendet tegyen. Szóval, hogy a kétféle farizeusi és vámszedő imádság között nagyon plasztikus a különbség. A farizeus megáll, kihúzakodja magát, és elkezdi sorolni a tetteket. Figyelem, tehát a tetteket, hogy én ezt és ezt és ezt jól csinálom. Aztán a tetteket számszerűsíti, hogy én jót teszek 2-szer ilyet, én ennyi és ennyi tizedet adok, én így és így megmutatom, hogy mennyire jó vagyok, nem úgy, mint egyebek, például a vámszedő. A magatartás azért nagyon egyértelmű, és a hol a határt is jól megvilágítja, mert a farizeus magatartása egyrészt a tettekről és a külsőségekről szól. Tehát mit látnak az emberek? Én megmutatom nekik, hogy a vallásosságom vagy vallásoskodásom az bizony elsőrangú.
Ugyanakkor a másik árulkodó jel, hogy folyamatosan más emberekhez hasonlítja magát. Nem lehet Isten félelemről beszélni, amíg az összevetéseinkben a másik ember a viszonyítás, és ha ő rosszabb, mint én győztem, és ha én több jót tettem, mert meg is számoltam, listám is van róla, akkor már előrébb is vagyok. A történet azonban gyönyörűen fejeződik be, hiszen az igazi Isten félelem magvától, csírájától láthatjuk a tanúság kibontakozását. Ugyanis az Isten félelem nem ott kezdődik, hogy mit csinálok, nem ott kezdődik, hogy mit mondok, nem ott kezdődik, hogy mekkora teljesítményen, vallásos teljesítményt tudok összeszámolni, lemérni, hanem ott kezdődik, hogy a vámszedő megállt Isten előtt, nem akarta még a szemeit sem az égre emelni. Úgy érezte, hogy ha ő valóban az Istenhez jött, akkor hát ő neki nincs mind kihúzakodnia magát, mert az, hogy az Isten könyörülő és szeret, az lenyűgöző. De ha hozzájövök, és ő engem így fogad annak ellenére, hogy pontosan tisztában vagyok, nem az erényeimmel, hanem a küzdelmeimmel, harcaimmal. Nem mintha az Isten nem akarna nekünk egészséges önértékelést adni, nem mintha az Isten nem bátorít, hanem minket számtalan módon arra, hogy értékesek vagyunk, hiszen a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Hiszen még bűnös állapotunkban is kincset és értéket lát bennünk, olyan gyógyítandó beteget, akinek számára legfontosabb, hogy egészségesnek lássa, hogy ragyogjon, hogy békessége, hogy boldogsága legyen, hogy újra Isten képű legyen, azaz szeretni, hinni, remélni tudjon. Szóval Istennek nagyon fontos, hogy mi egészségesen értékeljük magunkat, a vámszedő magatartása pusztán csak arra példa, hogyha az ember nem akar dicsekedni, hanem önismeretileg tisztában van Istentől kapott értékeivel is, de azzal is, mindazzal is, ami ezeket az értékeket veszélyezteti, akkor jöhet Istenhez imádkozni. És ez az egyszerű ima, ami így hangzik itt a Lukács evangélium a 18. fejezetében, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Tehát nincsen benne hasonlítgatás, hogy na itt van ez a nagyképű vámszedő, na látod én meg milyen szépen tudok bocsánatot kérni. Nincsen benne számolgatás, hogy jó, vámszedő vagyok, de már nem loptam annyit, mint máskor. Semmi. Istenem, a szívemet gyógyítsd. Itt belül, ugye tudsz velem valamit kezdeni. Ez a szívvallása. Ott kezdődik, ahol az Isten felveszi a kapcsolatot az emberrel. A határ tehát nem szabad és nem szabad, nem jobb vagyok-e vagy rosszabb a másiknál, nem számszerűség, hogy mennyi jót tettem, egyel többet, mint rosszat, és már pozitív az egyenleg, hanem jövök hozzád, Istenem, mert az az én egyetlen reményem, hogy tudsz velem valamit kezdeni. És akkor már nem az a kérdés, hogy mi fér még bele, hanem hogy Isten tágas térre akar engem állítani, hogy a Zsoltáros is mondja, és egy olyan biztonságos úton vezetni, amitől békém, örömöm lesz, és ennek mindenki hasznát látja, aki körülöttem él. Úgy legyen.